Köszöntöm a nézőket, mindjárt látnak egy videoklipet, ami nem egy profi munka. Szerintem a művésznő egyik rajongója készítette, de ő énekel. Ő az, aki a negyedik X-faktort megnyerte, ami azért is volt különleges, mert addig csak fiúk nyertek, tehát ez valami úttörő teljesítmény volt. Nézzük meg, ő énekel persze, és még a szöveget is olvashatják, és aztán folytatjuk. Idegen élet, amit ér, ki ez a kétkedő lélek? Miért van az, hogy elakad a szavam? Tudom-e, hogy hova fut az utam? De látod, az élet mégis megfordítható. Ha várok, ha kérek, minden visszahozható. Amikor elveszel a vágyban, igenis menni kell bátran. Nem hiába keresed a csodát, ma te vagy, akit megölel a világ. Egy új út, ez egy új. Semmi más, a napfény ma átfon, egy rég várt útnak indulás. Szívemben küzdelem, nincs már, itt vagyok, felnőttem, nézz át. Zene kell, vigyen el egy másik útra, hova beragyog a fény. A célba érek, s te ott leszel, és megölelsz, ha félek. Egy új út, csodás új út, ami az égig elvisz majd, ami mindörökké tart. Egy új út, ami az égig elvisz majd, ami mindörökké tart. Ez az a perc, amikor hinnem. Ezt ugye egy rajongó készítette, tehát ez neked semmi közöd ez a kliphez. Nincsen, így van, nincsen de semmi közöd. Annyi hozzá. Szeretet van benne, hogy ez hihetetlen, így ezért van. Gondoltam, hogy mutassuk meg a nézőknek. Ugye 2012-ben is jelentkeztél, így van. Akkor nem kerültél be az élő showba. Akkor nem sikerült, akkor a legjobb 12-ig sikerült eljutnom. Vagy a legjobb 24-ig, bocsánat, a legjobb 24-ig jutottam, és onnan már a 12-ben nem sikerült bekerülnem. Elkeseredtél? Nagyon. Akkor nagyon. Az egy nagyon nagy törés volt az életemben. És egy jó idő volt, mire újra összeszedtem magam, felszívtam magam, és azt felszívtam mondtam. Felszívtam magam? Hát szívos lány vagy te, ebből látszik. Az úgy, hogy na, akkor és akkor megint, mint kés a vajban, mi? Akkor megint induljunk el. És egyetlen párbaj se kellett énekelned, tehát simán mindig tovább jutottál. Geszti Péter volt a mentorod, látszik így is a képen, hogy
Mikor kezdted érezni, hogy itt áll neked a zászló, és nyerhetsz? Azt, hogy nyerhetek, megmondom neked őszintén, hogy szerintem, amikor kimondták a nevem akkor, tehát amikor már megnyertem, akkor jutottam el odáig. Tehát mi a döntő napján, amikor már csak én és egy fiúcsapat, a By The Way nevezetű fiúcsapat voltunk, és az egész stúdióban mindenki By The Way-es pólóban volt. Piros By The Way-es pólóban, hátul is szinte mindenki By The Way-es pólóban, és nekem tök egyértelmű volt, hogy egy négyfős, nagyon helyes, nagyon cuki, nagyon, nagyon tehetséges négyfős fiúbanda fog nyerni, hiszen az eddigi évadokban is mindig fiúk nyertek. Igen. Tehát mi azt beszéltük meg a Péterrel a végén, Geszti Péterrel, hogy teljesen mindegy, hogy mi van, ő felkap és megpörget, ha nyerek, ha nem. De végül szerencsére azért ez a felkapás, ez hogy mentorált Geszti Péter téged? Miben tudott segíteni? Péter eleinte... Nyilván abban, hogy hidd benned, az azért az egy elég fontos egy művész életében. Így van, egyrészt hidd bennem, másrészt pedig eleinte nagyon az én karcos, erős hangom van, és először mondta, hogy van egy ménes a torkodban, és abból vissza kell egy kicsit venni, vissza kell egy kicsit fogni. És ez az én csodálatos énektanárnőm Molnár Márta volt, akivel így a Péter és a Márta így közösen így alakítgattak annyit a hangomon, hogy egy kicsit már visszafogjam azt a ménest, de nekem ez nagyon nem ment. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy én annyira ott vagyok a színpadon, és annyira muszáj kiadnom azt, amit úgy érzem, hogy attól jó az a dal. És egy idő után a Péter azt mondta, hogy csináld, ahogy érzed. Látom, hogy hát jó ez lesz a legjobb. Ez, és csináld. Tanultál korábban énekelni? Hát rövid ideig itt-ott amott tanultam énekelni, de őszintén szólva kissi makacs is voltam valami. Makacs voltam azért, mert attól féltem, hogy a hangom egyedi karaktere elveszik abban Anyukát, az esetben. Anyukát, Bach Szilvia. Így van. Aki szintén nagyon jól énekel, ő biztatott, vagy... segített, vagy... Abban, hogy erre a pályára? Igen. Nem, egyáltalán nem, sőt. Igazából azt, csak színpadra ne lányom, mindenhova, csak színpadra ne. Jó, hát ezek első körülbelül ennyit szoktak volt, érni. Menni a színpadra, persze. Miközben ő is sikeres volt, hát ő is nő létére megnyert egy humorfesztivált, amit addig férfiak. De... Így van. Otthon énekelgettél? Hogyne, természetesen. Valamint én azt gondolom, hogy anyutól én sokat hozok énekből. Tehát az ő paródiáival és azzal, ahogy bizonyos módokon használja a hangszálait, én abban nőttem bele. Ezért lehet az, hogy én viszonylag sokféle stílusban tudok otthonosan énekelni, jól énekelni. Mondjuk, hogy jól énekelni. Na, nyugodtan mondjuk, hogy jól tudsz énekelni. Ez az új út, amiről igen. Énekelsz. Igen. Szente Bajk szövege, igaz? Így van, Szente Bajk. Ez hogy alakult utána? Hát nagy felhajtás volt, hívtak jobbra-balra. Hát, mint láthatod, azért az én karrierem az nem úgy alakult, ahogy más tehetségkutatós győzteseké. Általánosságban én első körben szintén egyfajta makacság miatt amikor vége lett ennek a műsornak, akkor én nagyon meg akartam csinálni a saját lemezemet, ami elég sok problémába ötközött, és végül több mint 3 évbe telt, mire meg tudott jelenni a lemezem. Erre most nem szeretnék bővebben beszélni, nem tudott összejönni. És végül aztán én elcsapódtam, megszüntettem minden menedzsmenttel a kapcsolatot, és én elcsapódtam egy világzenét játszó, egy népzenét játszó csodálatos zenekarhoz, a Cimbali Bandhez. És hát azt hiszem 5 évig muzsikáltunk együtt, aminek egy fonogramdíj lett a vége, ami szerintem csodálatos, és nagyon büszke vagyok rá. Ez volt az első olyan lemezünk a Cimbali Banddel, ahol már én is írtam dalszövegeket.
Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szuper. Tehát ez az új út... Ez az új út első állomásban így kivezetett minden. Ez nem egy sima út volt. Útról, és átvezetett egy kicsit a folk irányába. Holott lehetett volna más is, igen. Akár. Na, van egy felvétel, konferáld már föl, hogy mit látnak a nézők. A következő felvétel pedig már egy még későbbi történet lesz. Ez egy tavalyi dal, 2021 volt tavaly, ugye, Kati? Igen. Igen, jó, oké. Okay. Tehát egy 2021-es felvétel lesz, a Tengerszem zenekarral, a Tengerszem az én részem, én abszolút alapító tagja vagyok ennek a zenekarnak, szintén szövegírója vagyok, és ez már egy kicsit a metal világba visz bennünket, egy kicsit rockosabb irányba. Na, a nézd. Folyó. Hát ez nagyon jó, nagyon szeretem ezt a dalt. Jaj, de örülök neki. Ott tartottunk, hogy
Akkor ezek szerint rajtad múlt, hogy nem az egyenes új utat választottad, hanem az ilyen gírbe-görbe, a kevésbé könnyű utat. Mert azért, hogyha beleveted magad itt a show életbe, akkor szerintem igen. Naponta lettek volna koncertjeid, meghívásaid. Elképzelhető, igen, de én nem feltétlenül vagyok ez a típusú. De különböző showba jelentkeztél, szóval... Igen. Én a magam zenéjét szerettem volna összehozogatni, és azt gondoltam, hogy abban az esetben, ha meg tudok nyerni egy ilyen tehetségkutatót, akkor onnantól már fogom tudni hát a saját dolgaimat csinálni. Hát ez nem így történt, vagy ez nem így jött össze. De ettől függetlenül, amilyen projektekben részt vettem ebben a lassan 10 évben, azokat nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ezekben én részt vettem, és megismerhettem ezeket az embereket, akikkel együtt dolgoztam. Hát te öntörvényűségettől hozzátartozik az, és ugye már közben mondtam, hogy a hangod sok mindenre alkalmas, de egy tipikus musical hang, tehát neked ott lenne a helyed a színpadon, hát énekeseket képeznek arra, hogy ilyen hanggal musicaleket játszanak, és voltál is így előadásban, van. És aztán a se? Így van, voltam az István a király című rockoperában, Gizella, valamint a Shrek című musicalben, ami Szente Vajk rendezett egyébként, ott voltam Bossi. Gonosz Bossi. De még talán a Talós Ritánál is dolgoztál. Talós Ritánál is egy bizonyos ideig, igen. Nem szereted a színpadot? Mert szerintem, ha te elmennél ilyen castingokra, nem létezik, hogy nem tudnál ott érvényesülni. Szeretem, de valahogy én a magam részéről a színészi oldalamat ott valami nem stimmel, én úgy érzem, és emiatt nincs a megfelelő önbizalmam hozzá. Attól függetlenül, hogy én mindeközben drámás suliba jártam, tehát én színésznek szerettem volna menni eredetileg, aztán végül ebből az éneklés lett. És már, már ott elment, de nem mondasz, hogy és többet nem is fogod megpróbálni. Ezekre a történetekre engem felkértek, és nagy örömmel vállaltam. Ugyanúgy, ahogy az Oltári Csajok című sorozatban is szerepelhettem. Bizony, egy sorozat volt. Ott pedig egy gonosz anyukát játszottam, ahol szintén nagyon élveztem a forgatást, nagyon élveztem az egész folyamatot, de valahogy önmagammal úgy voltam, hogy nem biztos, hogy olyan jó. Jaj, hát ez egy kicsit jobban kéne szeretned magad, az érző. Ez benne van a pakkal. Elköltöztél vidékre, onnan jársz ide-oda fel, megint a nehezebb utat választott. Hát azért olyan messziről, nem mondjuk meg, hol laksz. Jó, nem mondjuk meg, de messzire költöztem Budapestről. Messzire, de Magyarországon. És inkább vállalod az autózást a különböző fellépésekre, mert olyan jó? Mert most így alakult az életem. Ez idén néhány hónappal ezelőtt költöztem el, és nagyon szeretek ott lenni, nagyon sok barátom van ott, és egyébként nagyon sok zenei projekt is köt engem oda. Tehát, hogy azért is mentem oda, mert ott vannak olyan történetek, amik miatt akkor nem kell Pestről odautaznom, hanem csak ide, hogyha... Milyen felkérésre mondasz nemet, és mire igen? Hát... nem is tudom, talán valamit hallanom kell belőle, és hogyha valahogy úgy érzem, hogy működik, vagy én működni fogok tudni abban az adott projektben, akkor igen, tudok rá mondani. Tehát a pénz nem az első számú szempont? Nem. Tehát pedig abból él mindenki. Persze, de nem ez az elsődleges szempont. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, ha én nem tudom jól érezni magam a színpadon, vagy nem tudok adni valamit, akkor meg nem menjek föl a színpadra, mert minek megyek akkor oda. Kinek a véleményére hallgatsz? Rengeteg mindenkiére, néha túl befolyásolható. Igen, például az X-faktorban ott volt egy olyan pont, hogy már annyian mondtak Z-t, K
K-t, J-t, H-t, X-et, Y-t, hogy egy idő után már nem tudtam, hogy oké, de most mit csináljak, amikor a 80. ízét mondja, hogy de nem, hát ezt így kell, nem, ezt így, nem, ezt így. Anyukád mennyire? Anyu abszolút, tehát anyu véleménye az abszolút nagyon számít, de hát ez mindig is így volt, és ez kölcsönös, és ez tök jó. Mondta is, hogy neki ünnepnap, amikor vidékről feljössz, és itt van fellépésed, és ott alszol nála. Tehát az ő vélemény igen. Tud objektív lenni. Hát az neki abszolút. Van egy olyan szerethető karcos stílusa, hogy ő nem udvarogyaskodik, tehát nyilván megmondja. Abszolút. Egyetért ezzel az új úttal? Abszolút, igen. Támogat, velem van. Igen. Amikor nem énekelsz, akkor mit csinálsz? Mivel, mi az, ami leköt, ami örömet okoz? Hát egyrészt én nagyon spirituális vagyok. Na. Nagyon spirituális érdeklődésű vagyok. Most per pillanat egy iskolába járok, ahol asztrozófiát tanulok. Ez az asztrológiának egyfajta ágazata, ami egy sokkal magasabb szintű tudást ad át az embereknek. Önismeret szintjén. Ezt például rettenetesen élvezem, és ez egy azért elég komoly suli, tehát négy évig tanulom négy évig én mindezt. Ez itt van Magyarországon? És már másodéves hallgató vagyok. És ez itt van? Hiszel ebbe, hogy asztrológia, abszolút, kinezológia? Igen. Taró, bármilyen spirituális dologban nagyon érdeklődő vagyok. És rengeteget olvasok. Például nagyon szeretem a tarókártyákat, szerintem gyűjtöm most már lassan úgy tűnik. Igen. Nagyon-nagyon sok van. És sokan kérnek tőlem tanácsot is, például a kártyáktól. Mond zenét, mikor írsz meg szöveget? Zenét pedig éppen az asztrozófia tanárom, aki Paksi Zoltán egyébként, ő szintén zenél, és már együtt zenélünk, és már együtt zenélgetünk ilyen spirituális dalokat, csillagdalokat írunk, ami a bolygók adott állása van megzenésítve egy-egy hónapra például, ami szintén nagyon izgalmas. Nem menekülés ez a valóságból? Hogy érted? Mi a valóság? Hát az, ami körülvesz, ami... Ami megfogható? Az... Igen, hát az szerinted életed. Szerinted az? Szerinted a valóság. Nem? Szerintem a valóság ennél tágabb. Igen? Szerintem a valóság nem itt áll meg. És ez nyugalmat ad neked? Békét ad? Igen. És nagyon sok önismeretet adott az évek során. Tehát igazából ez is anyutól jön, tehát én ebben nevelkedtem már a spirituális gondolkodásban, ahogy a 90-es években megérkezett ez az a megérkezett, New Age-es, ezoterikus vonalak Magyarországra, anyu teljesen elindult ebbe az irányba, én akkor 4 éves voltam. Tehát, hogy én abszolút ebben nevelkedtem, úgy, mintha, jó, úgy, én mintha nem, mondjuk katolikus lennék, vagy én ilyesmi. Mindenre azt mondom, hogy miért ne? Igen, én téged... nagyon nyitott vagyok ezekre a dolgokra. És a barátaid is? Vagy... Igen, igen, abszolút, minden barátom. De hát, ha jól vagy, akkor szerintem ez egy fantasztikus dolog. Igen. Még egy felvételünk van, azt ha megteszed, hogy felkonferálod, és akkor ezzel el is köszönünk a nézőktől. Nagyon örülök, hogy itt voltál. Én is. És nagyon szeretnélek megkérni, hogy énekeljél többet. Jó. Meg írjál meg, hogyha színpadi szerepre hívnak, akkor ne ugorjál, hát ha jó lesz. Jó. És jó. Szeretném, ha ez a spiritualitás azt is jelenteni, hogy több önbizalmad lesz, jobban hiszel magadban. Nem? Nem fejlődött ez jobban? De természetesen fejlődött. Akkor persze. Még járjál iskolába. Jó, köszönöm szépen. Mondd el, mit fogunk látni. Most pedig Markusz és Dalincs Dóra közös felvételét fogják látni. Ennek az a címe, hogy Tükörkép. Sokfélék vagyunk, kívül vannak különbségek, de ugyanúgy élünk,
és meghalunk. Azt mondják, áld a sarat, itt kevés az, aki állva marad, de engem is megbénít az élet, ha ingatag a talaj a lábam alatt, és jöhet az eső, a hó, jöhet a szél. Erősnek próbálok látszani, de belül harcolok, ez vagyok én. Ember pont mint te, én is hibázom pont mint te, én is elbaszom pont mint te. Vajon ezeken más gondolkodik-e? Nem tudom én. Te is szarul érzed magad, ha valami valamiért nem klappol, és mersz-e segítséget kérni bárkitől, ha úgy érzed, nem vagy jól. A tükörbe, ha nézek, látom, sokfélék vagyunk. Kívül vannak különbségek, de ugyanúgy élünk és meghalunk. Belőle, ha nézek, látom, egyformák vagyunk. Nincsenek különbségek, ugyanúgy élünk és meghalunk. Mond testvér, mi bánt téged? Nincs senki, aki kiáll érted? Nincs senki, aki érteni a gondod, ezért van benned is hiányérzetés. Jöhet a tavasz, az ősz, jöhet a tél. A tükörben látom az arcom, de azt sem tudom néha, ki vagyok én. Ember pont mint te, én is hibázom pont mint te, én is elbaszom pont mint te. Vajon ezeken más gondolkodik-e? Nem tudom én. Te is szarul érzed magad, ha valami valamiért nem klappol, és mersz-e segítséget kérni bárkitől, ha úgy érzed, nem vagy jól. A tükörben, ha nézek, látom, sokfélék vagyunk. Kívül vannak különbségek, de ugyanúgy élünk és meghalunk.